Sziasztok! Egy újabb ilyen ASMR élőben, mert az előbb lefotóztam, tehát hogy... Na igen, ott látszik, hogy így az Szentlélek tartja itt az asztalon kb. Egyébként délután olyan szép volt az ég, le is fotóztam. Megmutatom, bár nem hiszem, hogy valakit érdekelne, de azért megmutatnám. Az a mikrofont is úgy piszkálni, hát meg lehet az én fülem fog így most kisülni. Amúgy szintem rajta van a mikrofonon a szajszűrés és így szűrők szerkesztése. Fariseusok, vallási hagyományok megőrzésére törekedtek, hitelvekhez, törvényekhez ragaszkodtak, Korán jelentésen hirdetés, solos mázás. A Korán szövegét Muhammed halála után jegyezték le. Sosem ártottam bele annyira a matekba, az élelmiszeri ipari szakmában. Így nagyon sok anyagnorma számítás kellett végeznem. Értem. És forgatom nektek a dobozt, a hangját. Igen, kicsapom itt a függvénytáblázatot, azt elkezdek belőle feleltetni. Akkor nyomok itt nektek egy tanár úr roleplayt élőbe. Na, mit szóltak hozzá? Nos, jó napot kívánok, kedves diákok! A mai órán, mivel egyébként is minden.
Nem, körzővel nem fog írni. Tanár úr mindjárt elkezd neked körzővel írni, de azt nem tudom, hogy hogy. Szóval, ez a tollesett fog. Hát persze, tanár úrnak ez a tollesett fog. Van olyan toll a tanár úrnak, ami fog. Gyerekek, valakinek van egy toll. Hát, na, ez a toll a fog tanár úrnak. Szóval, megvan a két pont. A következő, őszintén az a középsuli, ahol én járok, első évtől a szakmára koncentrál, szóval ilyenek kimaradtak. Azért matek az mindenhol van, mert érettségi tantárgyat, drága diák. Szóval eddig két pont, jó, már csak három pontot kell megszerezni az ötösért. Még mit is kérzek közából bármilyen tantárgyból? Azért ilyen, hogy összeadás, szorzás, kivonás, osztás, ezek nem csak ott vannak. Szóval, igaz-e, hogy gyök alatt négy van, az igazából, ugye gyök négy, az kettővel egyenlő számológépet lehet használni. Aki először leírja, hogy igaz vagy hamis ez az állítás, az kapja az egy pontot. Tanári fizuból nem telik tol, ami na, azért tanár úrral. Emberejétek meg magatokat, köszönöm. Szóval, van, csak ez a baj, az embernél, a tanárnál 5 milliótól van, és a végén már maga se tudja, hogy mi van. Szóval egyébként ez egy, nem tudom, mondtam-e, hogy egy vagy két pontos feladat, de úgy döntöttem, hogy két pontos feladat, szóval. Gyök 4, az tényleg 2, tehát ez az állítás igaz. Sajnálom. Van egy kék toll, nem kell, most már van. De még kémés se vagyok, én ilyeneket nem tudok. Szóval a következő kérdés. Egy meg egy az kettő, igen vagy nem? Egy meg egy az kettő, igen vagy nem? Mi, te jó ég? Mert kettő a négyzeten az négy, mert kétszer kettő az négy, szóval egy meg egy az kettő, vagy nem? Kettő, vagy nem? Egy meg egy az kettő, vagy nem? Egy meg egy az kettő, gyök négy egy a kettő, igen. Egy meg, jó. Meg is a két pont. Jó. Te is kapod a két pontot. Te is kapod a két pontot. Á! Jaj. Na jó. Konkrétan, itt még egy kérdés. Látom, én is itt a pontokat. Brás vezetett, ő áll négyesre, többiek pedig kettesre. Most jöjjön még egy, tudjátok mit? Jöjjön egy olyan feladat, ami majd mondom, hogy kinek hány pont jár, és nem mondok maximum pont. Tudjátok mit? Maximum 3 pont lehet. Szóval, egy meg egy. Az 3, és a 3-at elosztott 3-mal az 1. Tehát 3-ban a 3 egyszer van meg a végén. Ezt még gyorsan mondjátok meg nekem. És utána pedig szépen mindenkinek. Jaj. Szóval, igen vagy nem? 1 meg 1 meg 1 az 3, és a 3-at elosztott 3-mal, akkor az 1 vagy nem 1. Igaz? Jó. Press ezért megkapod a két pontot, mivel kicsit lassú voltál. A többiek is igazából csak két pontot kapnak, mivel gyorsabban vártam a választ, szóval. Press, te kapsz egy ötöst, a többiek pedig négyes kapnak a mai feleletre, és akkor ezt pedig óra végén beírom a Krita elektronikus naplóba. Itt van, láthatjátok. Prásnak 5-ös rögzítek, a többiek meg pedig 4-es, mivel Prás már az első kérdésre is válaszolt. És akkor jövő héten, vagy majd valamikor a jövőben folytatjuk a feleléseket, addig pedig igazából vigyázzanak magukra, és köszönöm, hogy részt vettek az órán, majd a jegyeket látjátok. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, addig pedig